Sziasztok! János vagyok. Felnőtteket tanítok kerékpározni. Abban szeretnénk segíteni, hogy magabiztosan indulhassatok el kerékpárra a munkába, ügyeket intézni, vagy akár szórakozni, kikapcsolódni. Ahhoz, hogy valamilyen más eszköz helyett kerékpárral induljunk el munkába, te kell számolnunk néhány tévhittel. Ebben Péter és Eszter lesznek segítségünkre. A legnagyobb tévhit az, hogy léteznek biciklisták. Nem léteznek. Ahogyan autósok, buszosok, villamososok sem léteznek. Emberek vagyunk, akik utazásaikhoz a legmegfelelőbb eszközt választják, hogy eljussanak A-ból B-be. A bolygó legnagyobb örömére ezt egyre többen kerékpárral teszik. Vegyük például Esztert. Eszter ügyvéd, és a belvárosi irodájába minden nap biciklivel jár. Eszter biciklistának tűnik? Nem. A kerékpár számára csak egy eszköz. Ugyanolyan eszköz, mint a porszívója, a laptopja vagy a hátizsákja. Vagy nézzük Pétert. Szívében bringásnak tartja magát, szabadidejében hegyi kerékpározik, de autóval jár munkába. Péter messzire jár dolgozni, autóval viszi a lányát az óvodába, és egy autófóliázó cégnél dolgozik. Autósnak mondanánk, mikor közlekedik, de bringásnak, amikor a hétvégi tekerést tervezi? Alapvetően szeretek mindenféle közlekedési módot használni. A legjobb az, amikor az ideálisan tudja kiválasztani az ember, és épp a napi teendőjének, vagy épp az aktuális feladatnak megfelelőt ki tudja választani. Például a belvárosban én borzasztóan utálok autóval bemenni. Bringával meg szerintem a legjobb tömegközlekedni, és nagyon szeretek olvasni, hogyha tömegközlekedek. Ezt ugye autóban nem lehet megtenni, meg biciklin se. Következő tévhit, hogy a bringázáshoz bringás cuccokra van szükség. Nézzük Eszter bringás ruháját. Van rajta egy kosztüm, kabát, csizma. Bringás cuccokban van Eszter? Eszter az úti céljának megfelelően öltözik. És mi van, hogyha esik az eső? Esőkabátot húz, esetleg esőnadrágot, vagy a sárvédője gondoskodik arról, hogy ne legyen vizes, mire beér a munkahelyére. Nincsen spéci biciklis cuccom, minden héten 80 km-t biciklizek, és ehhez nincsen semmiféle speciális biciklis felszerelésem. Fokozatosan tágultak a keretek. Először csak a kis eső nem zavart, utána a nagyobb eső nem zavart, aztán már a 40 fok se zavart. Úgyhogy így szépen lassan eljutottunk odáig, hogy 4-5 éve végig biciklizem az egész telet is, kivéve, hogyha ónos eső van, vagy hogyha egész nap hullik a hó és csúszik az út. Vannak, akik szerint a kerékpár sporteszköz. Szerintem pedig sporteszköz és közlekedési eszköz is. Én például egy városi trekkingbringával járok, mellyel kényelmesen, gyorsan tudok megtenni nagyobb távolságokat is. Eszter egy sárvédős városi bringával jár, melyen egyenesen tud ülni, így kényelmes irodai ruhában is fel tud rá szállni. A csomagtartóján, meg a kosarában még a bevásárlást is el tudja vinni. Péter hegyi kerékpárral és ehhez illő felszerelésben jár hétvégente a barátaival. Sokfélék vagyunk, és lehet, hogy valakinek a mindennapok során is hegyet kell másznia, és ennek megfelelő kerékpárt kell használnia. De ahhoz, hogy leugorjunk a boltba, vagy megtegyünk néhány kilométert, nem kell különleges bringa. Az a legjobb még a leglassabb kerékpárban is, hogy még a környezetünket is védjük vele, nem kell dugóban ülnünk, parkolóhelyet sem kell keresnünk, és kényelmesen, szabadon választjuk meg saját útvonalunkat. A végére pedig elérkeztünk a legerősebb tévhithez, miszerint a kerékpározás veszélyes. Pedig minél többen kerékpároznak, annál nagyobb biztonságban tehetik ezt meg. Hollandiában tömegek járnak kerékpárral. Igen ám, csak ott megfelelő infrastruktúra, jó bringautak vannak mindenhol, mondhatjátok. És igazatok is lenne. Az ember szerintem mindig válassza ki azt, ami épp az adott útirányhoz megfelelő. Biciklizni egyszerűen nagyon jó dolog. Biciklivel az ember szabad. Érzi a várost, érzi a környezetet, hallja a hangokat, érzem a szagokat, az illatokat. Egyszerűen egy közvetlen életérzés.
következő részben Eszter és Péter segítségével megmutatjuk, hogyan tudtok biztonságosan közlekedni együtt másokkal, akár holnaptól is. Tartsatok velünk!